Egy heti lovaglás után érkeztek meg a lovasok a Kassai völgybe. Csak nem 300 kilométert tettek meg, hogy meghívójukat eljutassák Kassai Lajoshoz. Nem lehet nemet mondani, azt gondolom, hogy ez egy ilyen. Az utazók jó lovashoz méltóan először a lovakat látták el, csak utána meséltek kalandos útjukról. Sikerült megmerülni lóval a Kapospatakba, itatni szerettünk volna a szélén, és elég mély volt, sajnos süppedett a széle, és hát belecsúsztunk a vízbe, derékig sikerült megmerülni, ez nem volt annyira kellemes. A lovasok remélik, hogy útjukkal népszerűsíteni tudják a lovaglást. Szeretnénk azt, hogy ez a magyar nemzet, lovas nemzet, ez a fogalompár, ez minél jobban összekapcsolódjon a mai ember agyában. A második nyereg szemére idén 8 országból is várnak hagyományőrző huszárokat. A Vivát huszár tulajdonképpen a szövetségünk huszárjainak egy próbáját takarja. Így hívjuk azokat a kiképzési megmérettetéseinket, amelyeken a huszárok és a lovaik tulajdonképpen tanúbizonyságot tesznek arról, hogy hol tartanak a fejlődésben. A fáradt lovakat szénával, a lovasaikat pálinkával, forró levessel és sültekkel várták.